Köszöntjük a kedves nézőket a mai este folyamán utolsó alkalommal. Innen most már nincs tovább. Egyetlen egy mérkőzésen dől el, hogy a Team Solo Mid vagy a Cloud9 csapata kerül az észak-amerikai LCS nyári döntőjébe. Én Edi vagyok, kommentátortársam pedig Nax. Szervusz. Szervusz, Edi. Nem tudom, miért van ez a gyász hangulat, de akkor maradjunk ebbe. Ebben az alapszakaszban eddig amúgy most jut eszembe, hogy 3-3 a két csapatnak a párharca, úgyhogy ez most tényleg mindent eldönt. Köszönöm szépen. A meccshez lehet, hogy Noisy majd beugrik amúgy így esetleg elemezni, vagy akciózni, hát ez még kérdőjeles, de... Attól függ, melyikünknek megy el hamarabb a hangja. Így van, így van. Ezt is jó lett volna, ha halljátok. Nem, amúgy igazából nem lett volna jó. Na eddigén 5. meccs, megint mi vagyunk itt. Hát sajnálom, akinek ez nem tetszik. Cloud9 TSM ebben a sorrendben a kék, illetve a piros oldala. Marad Svenskeren és Golden Glue. Őszinte leszek, Svenskeren brutálisan bejött. Golden Glue is bejött, ő kicsit kevésbé, de ő is jó volt. Bár Jensen-t lehet, hogy visszadobtam volna. De ez egy másik dolog, Olaf Shen. Nem, ha párosokba gondolkozunk. Braum Kindred a tiltások, és így van, ha így gyakorolnak, akkor így kell lenni. És tudod mi a vicc? Hogy Golden Glue is jó volt. Igen, és ezt bántjuk, szidjuk. Nem mondom, hogy lenézzük, azért ilyet nem mondok, de azért elismerjük, hogy Jensen egy jobb. Én azt mondanám, hogy a Cloud9 csapatában egy releváns midest csináltak belőle. És most ez nem bántás, ebben szerintem benne van minden. És ott a Varus tiltása végére a TSM-től, illetve ugye a Braum Kindred, ezekről beszéltünk, úgyhogy minden jött, amit vártunk. Kajsa! Nem várt erre túlságosan sokat a Cloud9 csapata. Rősz ennek a Kajsának? Én nagyon kedvelem ezt a karaktert, főleg ugye a több építkezési formája miatt is. Uh-huh. Ja. Hát igen, ő is flexibilis, ha nem is abban, ugye, hogy hova menjen, de abban, hogy milyen építkezés. Milyen szép és rózsaszín az a füzet. Ja, igen. Azt hittem, hogy Grignek a sokat mondó. Na, ez egy tamkencs lesz. Fizimiskáját nem, ez egy szín lesz. Hát, hogy hova megy, szerintem... Figyelj, Pike követni fogja. Igen. Ezt a Swaint. Miti Pike-ozik? Nem, Sejuani ilyen követi. Van. Sejuani követi. Aminek krasszul tűnik, hogy földön túli módon örül. Hát miért ne örülne, hiszen Grieg jól játszik Svenskeren ezzel a karakterrel. És igen, Svenskeren, igen. Legyen, könyörögve kérlek, legyen vele 0-5-ben, és nyerjen a TSM, tök mindegy, de hozd el! Hozd el azt is! Én annak is örülnék! Nem. Ez az előbb elég jól bevált. Akkor legyen Grace, mert miért is ne! Nem kellene ide trundle-ök, hogy elvegyük a tankosságot, meg ilyenek. Kell nekünk egy Graves, mondja ezt a Cloud9 csapata, no meg! Hát az élet naposabb oldalán. Azt mondja, az Eizelő inkább ott szeretne lenni. És Leonát választ magának utolsóként. Támogató jön a Team Solo Midhez? Nem, egy Gangplank a felső ősényre. Amúgy. Hauncer kezei közé. Leadtuk a tipjeinket. Edi szerint akkor támogató. Hú, de Sven de magyaráz! Nem, Bjerzen, Irelia. Ez egy jó kombó, ezt már elmondtuk. Ma se volt rossz, bár nem olyan jó közel sem, mint a múlt héten. Viszont egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, de a Gangplank jöhet majd a felső ősvényre. Így van, illetve itt ez az Irelia, hát mind a Kajsa, mind a Grace azért egy olyan célpont, akire ő aztán ugorhat. Leona kevésbé, de Leona majd ott lesz, hogy ő megakadályozza ezeket a nagy ugrásokat. De eddig jöhet az az Irelia. Így már egy picit úgy tűnik, hát főleg, ha még egy Gangplank is jön, hogy ez a Swain akár megint Sven kezei közé. Jöhet. Csak, tudod mi a baj? Vagy mi a jó a Leonában, hogyha az ellenfél csapatát nézzük, hogyha ő bemegy? Igen. Akkor a carry-k védtelenek maradnak. Ez biztos. És tudjuk, hogy Leona bemenni nagyon tud, kijönni már kevésbé. De nem is kell, bemegy, nem feltétlenül kell. Jó, lefog egy ember, mi meg közben kitöröljük a hátsó sort. Igen, hogyha egy Leona jól megy be, akkor ott már neki nem kell kijönni, csak győztesen. Igaz. Abból a harcból, hát LCS berkeken belül azért ez nem mindig így valósul meg. Gangplank kitétásra került, úgyhogy nem érkezik, akár csak LeBlanc, illetve Galio. TSM-nek az összes tiltása megvan, ami fel volt írva a kis rózsaszín könyvecskébe. Nézzük, mi lesz a túloldal utolsó tiltása a mai napra, ahol még mindig az észak-amerikai LCS első elődöntőjének 5. mérkőzésén vagyunk. Egy ilyen klasszikus, mint a Cloud9. És a TSM azt lehet mondani, hogy ilyen klasszikus, mint Edi is. Az szép. Kösz. Dr. Mundo. A végére az utolsó tiltás. Hát,
Ragnar is úgy gondolja, hogy az a svény tuti nem felső svény. Az az arn tuti felső svényt mondanám, de ilyenkor egy picit a fejembe előjön, hogy Miti bizony ezzel játszott. Játszott, de nem ezen a mérkőzésen fog majd ez biztos. Ezzel a karakterrel játszani. Hogyha tank a felső ösvényen, akkor az egyik, ha nem a legnagyobb tankbontó, ott van Likorisnál, mint Pocket Pick, mondanám én, hogy jöhet a Kled, de nem. Talán a Cloud9 ennél már azért viszont, ha jön egy Kled tapasztaltabb, amúgy. Hát akkor simán széjjel lenne verve meg genkelve. Nem csak arra gondolok, ez a Poppy, ez nagy, borzasztóan jónak tűnik az a kompozíció jelen. És Likoristól már láttunk Poppit, ami nagyon-nagyon-nagyon erős volt. Szóval a Kledre azt akartam mondani, hogy viszont ha az jönne, akkor szinte biztos, hogy varázsöbző Kajszánk lehetne. Uh-huh. Mert azért a Kled Svenskeren? Svenskeren is, de hogy Kled Greaves együtt, az úgy oszt ki fizikai sebzés. Na de mindegy, elméleti síkon mozgunk ezzel a témával, mert Poppy lett, és a végére Golden Glue örül, Eddie nem annyira örül, de ma ez a hár, az előbb bevált. Az elején kellett neki egy kis segítség, de a végére nagyon jó volt, és Eddie mindjárt elmondja, hogy miért nem jó. Én nem azt mondom, hogy nem jó. Azt mondom, hogy egy ilyen kompozíció ellenében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás lehet. Gragas támogató, Orn támogató. Nehogy még a végén tényleg igazunk legyen. Irelia Sven. Azzal az Orn támogatóval. Bjerzen Svein. Svein Bjerzen. Grieg Orn. Nem, Grieg van, hogy Szedzsvár lesz. Ójaj, mi lesz itt? Hát a TSM az 19-re meghúzta azt a bizonyos lapot. Ezt el kell mondani. Ez egy borzasztóan erős kompozíció. Ez egy borzasztóan erős csapatharc orientált kompozíció. Akik egyébként vélhetően a lénen is mindennel fognak rendelkezni. Nézd meg! Csak gyilkossággal. Dehogy nem. Hát Gragasban ahhoz képest, hogy támogató lesz, ott lesz a sebzés. Fog tudni lassítani, fog tudni kezdeményezni. Ott van Svein, akiről ez ugyanúgy elmondható. Oké, Hauncernek azt akartam mondani, hogy Hauncernek a likor is, hanem Hauncernek az ornya. Jó, el lesz a lénen, tök szép, tök jó. De akkor majd jön Grieg, hogy segítsen. Irériával meg tudjuk azt, hogy Björgzen milyen szépen játszik. Na most, hogy erre mit fog tudni csinálni a Cloud9? Oké, van egy pokoli marok, tök jó. De ez ellen a kompozíció ellen egy pokoli marok. Remek. Mindenki meg tudja szakítani. Mindenki keresztül tudja húzni ezt a féle fajta számítást. Eddie, iszom szavaid, mint Hauncer azt a vizet. Tényleg. De ki lesz de ez, majd meglátjuk. A végén fizet? Bocs. Ez jó volt. Valamelyik csapat. Kevesebbet majd fog tudni fizetni, mert kisebb lesz a pénzjutalom, amelyik ugye itt kiesik. Utkor megnéztük, hogy EU-ban az első hely, azt hiszem 80 vagy 90 ezer dollár vagy euró. Azért az nem egy rossz kis summa. Na itt most muszáj lesz meghallgatnunk a szurkolást, még nem most. Majd ha beértünk a meccsbe, 2-2, így van, 5. mérkőzés ezen az örök rangadón. Legyen madárka. Nincs. Mondtam, te vagy még nincs. Lehet. Még lehet. Azt hiszem, a TSM nyert. Aha, akartam feléket volna mondani, de azért... Nem várod meg a csapatodat? Hallgass! Én pártatlan vagyok, kikérem magamnak. Első perc, mindenki nyomja a bulit. Ajjajjaj, Likor is pedig megnyerte a csatát a felső ösvényen. Egy kis bónusz pajzsot is összeszed, és Hauncer, hogyha nagyon pofátlan, akkor még egy kis sebzést el fog szenvedni. Attól a Poppitól. Úgy rázzad azt a csengőt. Imádom. Egyébként nagyon jó ez a hőskinézet. Akkor most ezt 20 percig, srácok. Körülbelül. Nem meritek. Jó, azért ők is... Nem mondom amúgy, hogy ráizgultak így az utolsó meccsre, azért Hauncer, illetve Likor is kettős ott a felső ösvényen. És Björzen páratlan párossal kezdett. Nem szokatlan egyébként. Meg most egészen jól jött, hogy bekukucskáljon ott pontosan a pokorba. Nem szabad semmit a véletlenre bízni. 2-2 az állás. Itt, hogyha valaki egy korai előnyre szert tud tenni, az egész mérkőzést megnyerheti, és nem is lennék meglepve, hogyha mondjuk a 10. percig nem nagyon látnánk gyilkosságot. Vagy ha ez a meccs 85 perces lenne. És pont azért, mert ezt kimondtam, akartam volna mondani, hogy halomra fogják ölni egymást, de mindegy, nem baj. Likor is vár. Egy szép cserét kioszthat majd Hauncerre bizony, ez meg is valósul. Tök jó, kell. Ilyenkor egyszerűen meg kell büntetni, hogyha tudják azt, hogy Grieg hol kezd, vagy megvan az információ, akkor azt
meg kell büntetni, ki kell használni. Hauntzer innentől kezdve tökéletesen hátráltatva van az verseny, nem fog tudni mit kezdeni. Ez pszichológia. A minionokkal, jó, hát tudom. Szerintem amúgy az előző ott a 30 másodpercben nem úgy tűnt, hogy itt ilyen pszichológiai problémák lennének bármelyik felsősenyes játékos. Jól fel vannak készítve mentálisan ezek a játékosok, azzal kapcsolatban semmi probléma nem lehet. Hát most nem, a VB-n szakadt a TSM-nél, de ebben nem menjünk bele, mert... Nem, csak nem elég jó játékosok. Ez sem rossz, én azt akartam mondani, hogy idén ki se jutnak, de... Á, falhoz vág egy szép volt Likoristól, Hauntzer pedig hogy is van az a csere? Nem határoz meg semmit? Hát ez de. A csere már határozottan határoz, csak hogy itt maradjunk. Az jó volt most Hauntzertől. Furán nézett ki, hogy hátrafele leköpte a tüzével a levegőt, de... Kellett, mert így nem sebezte meg Likor is. Akin haladatlanok szorításon, amúgy ez Hauntzerre is igaz. Stopper óra van kettő, a meccsen, bocsánat, három, a TSM-nél kettő, itt az alsó és ugye mindegyik. Golden Glue-nál is van, Minion dematerializálóból viszont csak egy, a Zeizálon. És különleges rúnákat most sem látunk. Grig elsúnyul a középső ösvényen, de ő csak haladni szeretne, és össze fog találkozni Svenskerennel. Ami azért lehet rossz, mert Svenskeren kinyomja a teljes kombóját, mondjuk arra, bezony azokra a kövekre, akkor utána nem biztos, hogy cserélni fog tudni a Griggel, és Svenskeren bizony benne van a buliban, abból bizony még kábítások is lesznek, no meg mély fagyasztás, de van falhoz vágás, Likor is talancer meg villan. Golden Glue, mit csinálsz a középső ösvényen? Hát egy adag sebzést bekapok Björzöntől, mondja ezt. De legalább a villanást nem kellett elhasználni, itt pedig sújtás párbaj. Hauntzer, érted, be fog menni Likor is. Likor is be. És úgy tűnik, hogy ezzel a Poppival jelen helyzetben ezt meg is teheti. 2-2 a torony alatt, és az első gyilkosságot a TSM szerzi meg! Likor is pedig válaszol, mélyfagyasztás, Likor is meghalsz-e? Nincsen villanás, Grignek viszont van! De vajon van még egy gyakvatalabb támadás? Hol van? Hol van? Ott! Grig, te vadállat! Mit csinálsz? Ölsz kettőt, nem amúgy csak egyet. Leolap támadta Likor is! Az első Hauntzer élet. De abszolút megérdemelték, mert a Cloud9 felső ösvényes, illetve a dzsungelesét nagyon elszámolta magát. Nagyon-nagyon túl grigeskedték. De nézzük, hogy hogy. Túl grigeskedték ezt az egészet. Nézzük meg, hogy hogy. Ha már ezt kívántad, Hauntzer nagyon alacsony életerőn. Ez ornál mindig csalóka, azt ne felejtsük el. Ő azért tud huncutkodni ilyen kis életelő is. Likor is itt bekapott egy toronylövést, na ez nem kellett volna, anélkül amúgy túl is élte volna ezt a szituációt, de Grignek az érkezése valami gyönyörű ebben a helyzetben. Svenskerent is tudja hátráltatni, Likor is tudja hátráltatni, ez a sidestep amúgy nagyon szép. Itt, hogyha most csogátozik Likor is, akkor meghalt volna, de így is ugyanez történt, csak később. Itt nincs probléma pszichológiával. Itt semmi az ég egyet a világon. Ezek a srácok lese nem is érdekli őket, hogy ötödik meccs és döntőbe jutás. Mindenki boldog. Azért, mert játszhat. Na mindegy, 2-1-es csere. A TSM-nek aranykülönbség nincs. És most Hauntzer cserél jobban. Viszont Likor isnak sokkal jobb a fan. Zeizál pedig szeretne kezdeményezni itt az alsó ösvényen, miközben Svenskerenék belemennek a buliba, Björzennek pedig óriási a sebzés, egy gyilkosságot is szerez. Jó, kellett ahhoz az égetés. Kellett ide minden, meg az, hogy Svenskerenek nem volt villanása. Is. Nem volt is. Hát Svenskeren adott egy kill topra, meg midre. Csak úgy mondom. Egy kill neked is, egy neked is, egy neked csak is. Csak sajnos nem a csapat társainak is jön. Björzennek az ulti, a Golden Glue-nak pedig hát nagyon-nagyon kellene az a villanás, hogyha életben akar maradni, életben akar maradni, és ez így pont elég. Hát ha mondjuk Björzennek még meg lett volna az égetése, akkor Golden Glue az, igazából ezt elhozhatta volna, csak ő is meghalt volna ebbe a szituációba, és lehet, hogy így is meg. De pokoli marokra szerintem még Golden Glue oda akart volna. Björzen itt most nagyon a tűzzel játszott, Hauntzer Likor is. Előbbi 5-ös, utóbbi 6-os. Igen, ez bizony kegyetlenül ki fogja használni Likor is. Van még végső képesség bizonyám, és abból még lesz egy jó kis falhoz csapás, talán nem. Mert hogy töltési időn volt, most már nincs. Jön Grig, jön Svenskeren. Grig 5-ös. De Grignek most nem kéne ide jönnie. Svenskeren is 5-ös. Na itt ebből a kettővéket most nem a TSM fog jobban kijönni. Miti ezt nem fogja... Ajajajajaj! Ó, villanásos kezdeményezés! Miti pedig halott Zeizá hozzá el ezt a gyilkosságot. Sven meg mana nélkül, teljes mértékben, 6-os Svenskeren, 5-ös csak Grig. Hauntzer igen, és elindíthatja a Kovács Istennek a tűhét. Kéne indítani, Hauntzer.
De vajon túlvállalják-e ezt Svenskerenék megint? Annyit fognak itt vacakolni, hogy Grieg befejlődi a hatot, engage-el a TSM, nem hiszem. És kettő gyilkosság Grieg. Na jó, egyébként megtörténhetett ez volna. Ez nem fog megtörténni, ahogy nem is történt meg. Grieg lelépett, Hauncer kovácsol a jégkori lepel mellé még valamit. Talán egy kis életerőt, nem? Páncélzatot nagyjából hasonló. Mit ilyen a segítségére? Berzen első tárgya egy higany sejemöv. Mazár elleni ösvényfázisa nem feltétlenül egy rossz választás, sőt, de ezzel hátráltat van az ő sebzésének a kiosztása, az egyszer biztos. Mitty felsétált, és aztán megy le. Igen. Teleportja ugye nincs, hogy most szépen át kell battyognia a kis, hát, pocakosabb úriemberrel a pályán. Nem baj, de... nem baj, talán lefogy egy kicsit. Igen, illetve Zen addig egyedül... Jó kis kirándulásoktól. Zen addig egyedül kap tapasztalati pontot, ami nem rossz. Egy, hát, lövész pozícióban játszó, varázs sebzéssel rendelkező vadállat számára. 8. perc legvégén vagyunk amúgy közben, 9. kezdődik, nincs aranyközönség, 3-2 az állás, Tornyot még nem hozott senki. Sárkányra sem tekintett. Hát nem, de hogy még mi se tekintettünk ki a sárkányra, annyira történnek az akciók, óceán sárkány amúgy majd az első. Licorice. Az a falhoz vágás éppen pont nem valósult meg Licorice által Hauncerre, de így is, hát a cserét egy kicsit jobban csinálta meg Hauncer, így pedig aztán teljes mértékben. Ó, az a feldobás sem rossz. Most már azért tud válaszolgatni Hauncer, hát páncélzata van bőven. Nézzük csak. Legyünk őszinték, mennyivel jobb ilyen tankoknak a felső ösvényes harcát nézni, mint mondjuk egy Maokai Shen. Egy jó csogát, doktor mondó. Jó, az se rossz. De ez a kigyógyul többet. Álmaim ne továbbja az a párbaj. Nem lenézve ezt a két karaktert. És mindenki tartsa meg a véleményét saját magának ezzel kapcsolatban, mármint hogy közülünk. Jó, hát én nem mondok semmit. Ti kedves nézők természetesen kinyilváníthatjátok véleményeteket. Tehát ezen beleugrik mindenféle sebzésbe, ami jön Golden Globe-ból. Bele, de megteheti, mert meg. Olyan nagy sebzés Golden Globe-ból még nem jön ki. Grieg pedig a 10. perc elején úgy tűnik, hogy sárkányra feni a fogát, vagy a malasszarvát, vagy a fene se tudja. De Sneaky ezt lebuktatta, jön Svenskeren és Golden Glue. Agyarát. Nem szarvá. Illetve Mitty és Sven. Sújtás párban lehet Svenskeren szinte előnybe. Cloudnak köszöni szépen a sárkány. Golden Glue-nak ki kell ebből jönni, Svenskeren pedig. Hát életben marad, de vajon lesz ebből esetlegesen egy gyilkosság? Igen, Golden Glue-t megölik. Ő elszámolta magát, azt viszont mondták a Cloud9-osok, hogy hát akkor hajott meg, tecsó. Tetya. Tehát jó. Szerintem ezt nem feltétlenül Golden Glue számolta el, hogy őszinte legyek, mert ő így azt mondta, hogy srácok, menjünk, kezdeményez, és jó lesz. A Cloud9 azt mondta, hogy jó lesz. Nekünk. Szerintem nagyon rossz pozíciót vetett. Nem volt jó a pozíció, de ott volt Svenskeren, Sneaky és Zeyzal is, úgyhogy kicsit szendvicsbe foghatták volna itt a TSM-et, de inkább azt mondták, hogy ezt most nem próbáljuk meg, mert ahogy te is mondtad, itt a csapatharc potenciál az hát nem kicsi a TSM kompozíciójába. Így ezt most nem próbálták meg. Sárkány a Cloud9-hoz. Zeyzal kezdeményez, van égetés, de nem biztos, hogy ezzel olyan nagyon-nagyon tovább kellene menni. Napkitörés az elérhető. Szóval a Sárkány a Cloud9-hoz, gyilkosság a TSM-hez, és Grieg villant, azt se felejtsük el, még az előző szituációban. Ami azért elég jelentős, de ha már Grieg, sokat bántom. Én tudom, hogy túl sokat is. Biztos, és bocsánat érte, 4-ből 4 gyilkosságban részlet, eddig remek. Licorice pedig megint csak egy jól kivitelezett cserét hajt végre Hauncernek az ornyával szemben. Hát igen, ő azért elég sokat ornozott ahhoz, hogy tudja azt, hogy mivel lehet igazán bántani. Popival úgy tűnik, hogy lehet. De mondjuk Hauncernek meg mindig ugye megkapja a falhoz kenést, és utána jön a láng csóvák ki Hauncerből, és azzal ugye megkapja a pajzsot, amiért Licorice második sebzését, ugye mikor robban, akkor azzal ki tudja védeni, úgymond. Úgyhogy van válasz arra a Poppira. Farm hátránya így is azért Hauncernek jelentősnek mondható, ahogy Griegnek és Svenskerenhez képest. Jerzen próbál ezen dolgozni valamennyit. Fog vajon Licorice ragyogást vásárolni? Hazaengedi Licorice Hauncert? Az egyik kérdése, nem a másikra igen a válasz. Most már tudjátok, hogy lesz ragyogás, amúgy nem tudom, de valószínűleg igen. A passzívat leütötte. Börzen Golden Glue-ra van ultia, van égetése, illetve volt ott egy sunyi Mitty. Kis pocakjával benézett a középső ösvényre, de olyan feltűnésmentes. Igen. Ez a Gragas, ez pont az a karakter, aki
tud sunyulni, hogy itt sem. Na de Greek, ő viszont itt van, nincs pajzs Golden Glun. Van villanás a Golden Glun. Illetve most már egyébként elérhető stopper óra. Ami torony alatt, az itt fontos van. Lehet. Greek. De jó, hogy nem tudnak róla. Greg így botrányosan rossz, vagy jelen pillanatban, de a Cloud9 nem fordul oda. Greg nem ment haza. Greg átcsusszan a sárkány odujába. Egy őrszemmel lesz gazdagabb a Cloud9 csapata, már egy kitakarított őrszemmel. És hát azért szépen lassan gyűlnek a tárgyak. Igen. Gyűlnek, megvan a korokpálcán, megvan a viharborotva itt az alsó ösvényen. Legalábbis. Középsőn még nincsenek kész tárgyak. Felsőn amúgy van egy fagyos szív, Hauncernél. Likor is az össze-vissza mindenből kóstol egy kicsit. És tényleg azért Hauncer ki tudja védeni ezt az utólagos, ugye igen, második sebzést, csak nem tud viszont válaszolni. Nincsenek vissza pofonjai. Leköplek tűzzel, tök jó. Csak nem tudlak megütni, ami fontos lenne. Svenskeren pedig jön. Lebukik az őrszemnek köszönhetően, de vajon elég lesz-e, hiszen Svenskeren nagyon-nagyon gyors füstgránátból ki kell villanni. Ki kellett villanni? Szerintem igen. Nem lett volna elég, hogyha először csak ugrik. Nem csak azt villanta ki. Én azt tudom, hogy nem csak azt villanta ki. De ahhoz is kérdezem, hogy nem lett volna elég, hogyha nem, először csak ugrik. Nem, mert akkor Likor is földön. De hogyha már egyből ugrik. Nem vár ki vele. Mindegy, így volt a biztos. Azt tudta, és valószínűleg amúgy akkor is kellett volna villani, csak később. Úgyhogy Hauncer most ezt így gondolta, így lett jó. 20 farm hátránnyal rendelkező Grieg a képen, bár a négy gyilkosság bőven kárpótolja. De az előbb is láttuk, ha Svenskeren Gravesen meg tud szaladni, és a 60-70-80-90-es farm előny az megszaladás, eddig nem, de a farm előnyt így is építgeti. Na mindegy. Arany előnye nincs jelen pillanatban Svenskerennek. Valószínűleg. Szerintem az elmondható, ahogy amúgy a Cloud9 csapatának sincs, de hát miért is lenne, hiszen a TSM vezet gyilkosságban. Björzen pedig jön, ez baj lehet, Sneakyék meg, Zegzál úgy tűnik, hogy beragad. Svenskeren itt van, hogy segítsen, és van is ám azért ott sebzés, Björzen életben marad, Likor is megérkezik a Poppival, de hogyan fog tudni érkezni? Hát ha van egy jobb pokoli marok, akkor eléggé könnyedén a feldobás az jó Zegzárra. Björzen pedig életben marad, és ez az, ami elmondható, mint pozitívum a TSM-es hát akcióról. Torony életben marad? Nem, valószínűleg. Mert ki tudja, 4-3 ellen, azért ez a torony még megmaradt természetesen, Golden Glow középső ösvénye maradt amúgy. És igen, ahogy mondod, ez volt az egyetlen pozitívum jelen pillanatban. A TSM akart kezdeményezni, hát ez nem jött össze. Kimondhatjuk, Rick beragadt, sejemő ugye rajta még nincs. Ki tudja, hogy lesz-e, de a pokoli marok így tökéletesen ott tartotta. Ez a nagy minion szerintem el lett bukva. Most Björzennek itt a középsősén. Na mi is történt? Hát nagyon jól nézett ki a szituáció az elején. 4-2 ellen jó a kezdeményezés. Sneaky egyből ki is villanja. Lehet itt vissza is lehetett volna fordulni, de nem. Viszont így megérkezik mind Svenskeren, mint pedig Golden Glow 2. És a Grieg lemarad, illetve egy kicsit külön marad a csapattól, ő nem tudott kijebb jönni, így rá Golden Glow-nak jó a kezdeményezése, megmenteni már nem lehetett abban a szituációban őt. Hát semmi, csak azt néztem, hogy Grieg nem az ultiával kezdeményezett, és lehet, hogy ha azzal kezdeményez, akkor minden más. Tény. Hát kivárt vele egy jobb esélyre, ugye, de hát ez most nem jött el. Nem úgy tűnt. Ebben a helyzetben elkezdte a hírnököt Likor is egyedül. Svenskeren, mint láthatjuk, elég messze. Ő inkább a sárkányra lép ki, ezt tudja a TSM. Grieg látja, hogy Likor is itt van a hírnöknél. Ebből tudják, hogy Grieg is ott van a felső ösvényen. Ingyen sárkány a Cloud9-nak, méghozzá a második és a második óceán. Azért ez már nem rossz. Hát főleg ennek a csapatnak, ahol azért van nem tankos karakter. Talán ez is kijelentette. Az előbb még 20 volt Grignek a farm hátránya, most már több mint 30. És összetalálkozik Svenskerendel, hogy a kettes szintű ultia az már megvan annak a Gravesnek. Még ugye Grignek még csak az egyes szintű, bárhogy már hogyha ez sokat számítana a kettejük összecsapásában. Golden Glow-ra viszont így is úgy is jöhet Svenskeren a kezdeményezés. Égetés az megvan, no meg a pokoli marok, és majd talán a sebzés is Svenskerentől. Hát, hogy a shutdown kinek jobb, vagy kinek rosszabb, az más kérdés. Likor is pedig begyújtja a rakétákat, és ha nem villan Grieg, akkor könnyen halálfia lehetett volna. Kelet. De villan, pontosan. Kelet, meg nyugat. Északon, délen, keleten, nyugaton.
Hát mindenki tudja azt, hogyha Likor is megindul a Poppival, akkor azelőtt vélhetően futni kell. A Kovács Isten dühe pedig nagyon jó, de nem tudta megakadályozni a TSM azt, hogy ez az első torony ledőljön. Ezzel most már azért 2000 az aranyelőny a Cloud9-nak, a sok 17 percnél. Mondjad. Semmi, nem akartam semmi. Jól van, akkor csak úgy néztem, mint aki akar. Itt van az előző szituáció, Bjerzen, illetve Grieg kezdeményez Golden Glow-ra. Itt láthatjuk, hogy a pajzsa az elején bizony-bizony levédett valamit, amit nem biztos, hogy a TSM csapata boldogan vett tudomásul. Nagyjából egy pillanatban hal meg Bjerzen, illetve Svenskeren. Grieg tudta, hogy itt nem szabad tovább menni, az pedig egy tökéletesen időzített villanás. Nagyon kellett. És még így is talán necces volt, hogy... Halló? Hajaj! Halló? Hajaj! Ez viccesen nézett ki. Igen, Likor is, vagy legalább, hogy Hamcer is ezen gondolkozott, hogy halló. Igen. Nem biztos, hogy jó helyen vagyok. Ez jó, hogy ott volt a képen Miti. Hát az első esélyen nem sokat láttuk, de ebbe a Gragas-Svein kombóba talán egy picit több van, mint ami eddig kijött belőlük. No meg... Igen. Hát vagy semmi, csak hogy igazából a Svein pont egy olyan karakter, akit amúgy magára lehet hagyni, de Miti azzal a Gragasszal a többi ösvényen nem tud előnyre szert tenni. De ne viccelj, hát Miti nem hagyja magára az olyan. Se az ösvényen, se a csapatban. Igaz. Ők együtt mozognak, együtt hát élnek. Jó, most gonosz vagy. Nem, gonoszkodok én. Én csak arra leszek kíváncsi, hogyha Miti visszamár pedig valószínűleg előbb fog, mint Zen, akkor mi fog történni. Zen azt mondja, a srácok, én jöntem, az a csapat, amiben én vagyok, négyen kell, hogy játszunk, senki más nem fogadok el támogatni. Hát, Bifrost. Lehet, hogy majd egyszer visszatér a Team Solo Midbe, de azért Mitinek a karrierje még bőven nem ért véget, a Team Solo Mid csapata pedig... Elbukik még egy tornyot. Igen, de talán egy hírnak kell gazdagodnak. Meg egy sutyerákkal, ami sokkal fontosabb, de csak egy tornyot buknak? Kérdezem én az alsó ösvényen, mert ott megy tovább Sneaky egy Zeyzal. Hírnak, Girignek megvan, ezzel nincs is gond. Érkezik Miti, érkezik Bjergsen, de hárman vannak itt a Cloud9-osok. Miti pedig egy robbanékony hordóval most talán kezdeményezheted, de ez nem az a tankos Gragas amúgy, akit úgy általában megszokhatunk. Egy tűzköve már van, de az 200 HP. 200? 200. Mikinek van egyik hát ilyen zápora, az meg egy kicsit több HP. Ezt láthattuk. Mármint legalábbis amit le lehet robbantani. Szituációban. Így van, így van. Most Sven jön Likorissal szembe. Hát nem tudom, hogy ezt a tornyot megvéded-e. Sven jelenleg igen. Igen, csak kétszintes előnyben Likor is pont nem nagyon érdekli az, hogy kijön vele szemben. Most már csak egy szint. Kovács tendőhe. Egy szép pajzs levételre tökéletesen jó volt. Na de vajon Bjerzennek egy villanásos kezdeményezése jó lehet-e? Van Griegnek is ultia, de nem. Nem vállalnak be és nem dobnak be mindent azért, hogy Golden Glut meg lehessen ölni. A pályák fejében... A pályát kiütik a TSM alól, még egy torony a Cloud9-nak, ez már kettes szintű, mindjárt meg lesz a felső ösvényen is. Az a külső. A Cloud9 szimpatizánsai pedig azt hiszem, hogy ebben a helyzetben joggal szurkolnak vagy drukkolnak a csapatuknak, és jelzik ezzel azt, hogy igen, jól csinálják ezt a srácok, mert tényleg jól csinálják. 4500-as az arany előnyük a TSM-mel szemben, akik jelen helyzetben egyelőre szerintem csak keresik azt. Így van. Keresik a fogást a Cloud9-on. A Cloud9 diktál a TSM-nek, próbálja tartani a tempót, de lépés hátrányban ez egyértelmű. Szerintem miután azt mondtad, hogy ez egy csapatharc orientált kompozíció, mindenki esze, hát hogy még na, nem volt. Azért mondom, mindenki esze, hogy na, Edinek olyan igaza lesz-e. Jöjjön már végre egy csapathart, egy ilyen igazi. Na jó, de a TSM-nek ezért tennie is itt kellene. A két gárda között, hát mindenképpen, és 4-0 ugye a toronyállás, amiről beszéltünk, ezzel kéne valamit nagyon csinálni, mert oké, a két győzelmüknél tök ugyanez volt a forgatókönyv, ilyen 3-4-0, aztán majd nyugi, jó lesz. Igen, csak akkor például a sárkányokat ők vitték. Így van, most viszont a sárkányokat sem viszik, írtó nagy az aranyhátrány, 22 percnél soknak számít, tárgyak alakulnak, itt is, ott is, oké, ez tök jó. Mikor lesz kihasználva a hírnök, bocsánat? Hát mindjárt. Jó. Nézzük, hol van Grieg, jön a középső ösvény felé, tessék, ebből 3 másodperc múlva. Kösz Grieg, akkor legyen 10.
Bár nem biztos, hogy ott azt el tudja nyomni igazából. Rálátása éppen nem volt arra a bokorra a Cloud9 csapatának, de az egész TSM gárdája inkább másfelé tendált. Lehet, hogy várják Likorist, lehet, hogy a sárkányt szeretnék majd elhozni, inkább várják Likorist, akinek amúgy van villanása, hogyha elérne a fal túloldalára, ezt amúgy mit egy kicsit meg is könnyíti számára, és bizony éppen még villan, Hauncer meg, ja hát Björzen igen, lefejelte azt a falat. Ez hiba, és az a baj, hogy ezek olyan hibák, amik hosszú távon meccset érhetnek. Ez gyönyörű Golden Glue-tól, a Sharken megszerzi Grig, tök jó, viszont egy gyilkosságot és egy újabb tornyot hozhat ebből a Cloud9, hogyha a Team Solo Mid nem rotál elég gyorsan vissza, már pedig úgy tűnik, hogy nem fognak elég gyorsan visszarotálni. A hírnököt megidézik a középső ösvényre, de ennyi és nem több. Ott már ott van Likoris, a Cloud9 pedig a mérkőzés 23. percében, nem azt mondom, hogy base részel, de szabadon kimegy az inhibitort védő tonőra, és el is hozza ezt. Mi van a TSM-mel? De valami iszonyatosan elszámolják magukat ezen a meccsen. Össze-vissza mozognak, azt se tudják, hogy mi történik. Most mondjuk szeretnék lekövetni a Cloud9 négyesét. És lehetne is kezdeményezés, Grig bemegy, teleportok jönnek, de Grig bedobja az ultit, aztán inkább menekül, mert hogy Sneaky óriásiakat sebez! Nem csak ő, gyakorlatilag mindenki, Likoris pedig az egyszemélyes hadsereg a sorban, Sneaky ugrik utána, Björzen a következő célpont, ő is meghal! És nem mondom, hogy baronna sor, hanem lehet, hogy mérkőzés! Hát Sven, hol vagy? Hova jöttél a teleporttal? Otthon vagy! Rámegy a meccsre a Cloud9, bizony, hogy, rámegy, nincsenek minionok, vagy vannak, meg vannak kis kutyái annak a Malzahárnak. Nexus védő torony az utolsó, és Nexus és meccset és szériát hoz a Cloud9 csapata, és döntőben az észak-amerikai LCS-ben Likorissal, Golden Glue-val, Svenskerennel, Sneakyvel és Zeyzállal. Hát ha ez a nyerőötös, akkor ez a nyerőötös. A TSM meg nem tudok mit mondani, az utolsó meccs után megérdemli. Ez annyira méltatlan befejezése volt ennek a szériának. Tényleg az. Én nem tudom, hogy... Fura kimondani, de a TSM itt nem nőtt fel a feladathoz. De felnőtt. Csak az utolsó meccsen úgy szaladgáltak össze-vissza, de tényleg, mintha egy másik meccsen lettek volna. Mintha nem ugyanazok a játékosok próbálták lennének. Próbálták tartani a tempót, de elmentünk, hogy megpróbáljuk megölni négyen, addig az egész bázisunkat szétszedik, elszámoljuk az egészet, lekövetjük őket, ami rosszul kezdik, de akkor is megyünk tovább. Hagyjuk, hogy a 23. percben inhibitort védő tarnyot hozzon a Cloud9 ellenünk. Azzal a kompozícióval, ami azért jött létre, hogy ez majd később jó lesz. Oké, legyen hátrány az elején, én nem mondom, mert lehet hátrány, sőt, ez borítékolható volt, hogy lesz hátrány. Hát de nem olyan, hogy 23 percnél elvesztik a meccset. Nem. És ez a széria annyira gyönyörű volt. Az első négy meccsig minden benne volt. Két győzelem ide, két győzelem oda. Az ESM fel tudott nőni a Cloud9-hoz, amit szerintem senki nem várt körülbelül a világon. Na jó, én talán. Én is. Pár ilyen elvakult, mint én. Várta. És akkor jön egy ötödik meccs, ahol így keressük a jó szót, amit még be lehet mondani. Gyalázatos volt, amit a TSM csinál. Összességében a szérián belül a Cloud9 kétszer stompolta le a TSM-et. Szerintem ez kettőt ért. Igen, akkor háromszor. De hogy sokszor beszélünk ugye arról, vagy én legalábbis szoktam mondani, hogy nem mindig elég az öt meccs. Hiába 3-2, most a Cloud9 jobb volt. És ebben nem nagyon lehet vitázni. Amikor nyert a TSM, megérdemelte. Jó. De ez az utolsó mérkőzés, ez... Azt azért nem mondom, hogy az első négy meccsnek Lawnán jobb volt. Nem tudom, csak... Ezzel az ötödikkel ennek viszont... annyira nem így kellett volna befejeződnie. Nem. És nem az... Vagy... Jó, most akkor kijön a szurkoló, de az a baj, hogy a Cloud9 nyert. De nem ez a baj, hanem hogy így. Hát hogy lehet így? Egy ötödik... Hát a TSM az utolsó meccsen megverte magát. Egy Cloud9 TSM meccs ötödik, bocsánat, párharc ötödik meccse, ami így a legnagyobb dolog Észak-Amerikában. Most tök mindegy, hogy elődöntő 27. helyért játszunk, döntő, VB döntő, mindegy, ez a legnagyobb dolog. Ötödik meccs, várjuk, hogy itt van 80 perces, úristen, mi lesz. És akkor 20, azt hiszem 23 perc alatt vége az egésznek, úgyhogy egy én szintemen játszó meccsen most az történt volna, hogy
mind az öt játékos annyit pingelt volna, hogy kérdőjel. És így ennyi. És de tényleg... A csetet, ment volna az FF. Csak azt írták volna, hogy kérdőjel. Te miért ide mész, te miért oda, miért nem oda, és jogos lett volna. Tény, ami tény, Miti gyakorlatilag úgy mászkált a pályán, mint egy fejetlen csirke. De ne a problémákat nézzük, hanem inkább szerintem keressünk pozitívumokat, és hogyha ezen a meccsen a TSM oldaláról annyit nem is lehet találni, Likorist néha bántottuk a szérián belül, vagy legalábbis kritikát fogalmaztunk meg vele szemben. Ezen a meccsen mindent megmutatott, ami miatt őt jó játékosnak lehet tartani. Svenskeren gyakorlatilag a szezon elején volt, aztán akkor is volt csak a padon. Megjárta a hadak útját, most a szériába visszajött két mérkőzésre, borzasztóan jól játszott. Ugyanúgy Golden Glue is, és én csak azt sajnálom, hogy amúgy nem Jensennel jutottak a döntőbe. Viszont ha Golden Glue ilyen teljesítményre képes, lehet, hogy csak egy Malzahárral, de ha Malzahárral, akkor egyrészt érdemes lenne ellene tiltani. Másrészt meg akkor játszon egy észak-amerikai döntőben. Így van, hát amúgy szerintem fog. Igen. Én biztos szerintem vagyok benne, hogyha az öt meccs, akkor sem az lesz, hogy Jensen Blaber így nem, öt meccset legyen. És kell is neki kell. Játszani. Igen, és jó ez a változatosság a Cloud9-nál, mert most ez tök fura kimondani, de most az meghozta a győzelmet, hogy bejött Golden Glue. De miről beszéltünk még így nem áll. Előtte a rájátszás előtt, hogyha ezt tényleg a Cloud9 tudatosan fogja tudni játszani, hogy így alakít ki mondjuk több taktikát, akkor ez egy nyerő dolog lehet számukra, még akár egy döntőben is. Így van, bár ahogy te is mondtad, a Cloud9 nyert, de nem ők nyerték ezt meg, hanem a TSM elvesztette. Nem a Cloud9 érdemeiből akarok levonni semmit, mert hát ők meg azt mondták, hogy igen, ti így játszotok? Hát figyeljetek már, akkor mi konkrétan itt most így átgázunk így rajtatok, és megnyerjük az egészet, ahogy csak kell. Tudod ki nekem a nagyon nagy meglepetés? És a nagyon nagy javulás. Egyrészt ugye dicsérted Zeizalt, de azt mondom, hogy Sneaky. Igen, Sneaky. Nem csak ebben a szériában, játszott most. Az elmúlt hetekben. Ezzel most tudnék vitatkozni, de nem fogunk. Sneaky ma tényleg nagyon jól játszott. Ha csak négy meccset nézünk, akkor azt mondom, hogy mind a 12 játékos, aki ott volt a pályán, kihozta magából, amit kellett. Nem az összes meccsen, de volt meccs, amikor igen. Ez volt a jobb, az volt a jobb, amaz, tök mindegy. És jött az ötödik meccs, és az egyik oldal akart nyerni, a másik meg nem. Vagy nem tudom, de... Másik meg kereste azt, hogy mit tud csinálni a meccsen. Igen, de ennél biztos, hogy többet tudtak volna csinálni, mint amit így csináltak. Na mindegy. Akkor ezt most engedjük el az ötödik meccset. A TSM most tudja, hogy a Gauntletre megy, ugye. Az első négy meccsből lehet építkezni. Akárki is fogott. De most tényleg szerintem akárki ilyen ellenfélnek. Ha úgy tudnak játszani, mint ott, akkor tovább lehet jutni szépen ott az ellenfeleken. Ha hozzák ezt az ötödik meccses formát, akkor hát az Éstoké is megverni őket. Egy BO5, BO1, BO akármi keretében. Azért belül. Az Éstoké szerzett nagy kalapokat ebben a szezonban, ezt ne felejtsük el. Egy döntős csapatot le tudod győzni. Így van. Ami nem kis dolog. Jó, akkor a Unicorns of Love. Ők meg eleve jók, szóval. Na mindegy. Akkor nem tudom, a SKT, mert nem jutott a Koreába rájátszásra. Tessék, most örülsz? Örülök. Illetve örülök annak is azért így összességében, hogy befejeződött ez a...